Köszöntünk mindenkit a Mi van a veled showban. Következő vendégünk Pumped Gabó! Szevasz Gabó! Tessék! Nem van! Ja, azt hittem, hogy mondtál valamit! Köszönjük, hogy eljöttél a műsorunkba! Mivel érkeztél ide? A zenét kikapcsoljátok? Hogy? Most vettem egy Audit. BMW-t? Auditolás? Audit. Könyvelés. Könyvelővel tegnap beszéltem. Kibasztak a katából, az a baj. Hát ez nagyon kínos felkomfort, srácok. Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van na veled? Mi van a veled? Ilyen kínosan még nem éreztem magam felkomfort. Mennyi idő, amíg egy ilyen felső testet meg lehet? Igen? Hát ameddig így... De nem, tehát nem hozzád beszélek, hanem a testedhez. Én például minden lefekvés előtt nyomok egy pohár tejet és 17 fekvőt, az jó szerinted? Nem. Nem. Az kevés. Két pohár tej kéne? Az is kevés. Joghurt? Az jó. Egy pohár joghurt? Végre egy olyan szereplő van itt velünk, aki ugyanolyan örült, mint mi. Ilyen kis bohókás. Buli az életem, srácok. Igen? Aha, erre tavaly jöttem rá. Mert tavaly előtt még nem az volt? Vagy csak tavaly jöttél rá? De akkor is az volt, csak forgattam egy műsort a lengyelekkel, és akkor jöttem rá, hogy ott ilyen lengyel diszkózene ment, és az nekem nem tetszett. És akkor jöttem rá igazából, hogy mennyire szeretem a jó bulikat, és akkor találtam ki, hogy DJ is leszek. Mi a művész neved? Pumped Gabó. Ez eddig bejött. Valahol azt nyilatkoztat, hogy egy óriási pofon felé szalad az emberiség. Ez milyen? Milyen pofon? Aha, hát igen. Az, hogy nagyon felélünk mindent, nagyon sokan vagyunk, nagyon sokat szemetelünk, és nem figyelünk oda a környezetünkre. A szopás. De az a szerencse, hogy ez a mi életünkben még nem olyan vészes, tehát mi még tudunk gyúrni, bulizni. És hogy lehet ezzel a pofon elől kitérni? Hogy... Ti nagyon kellemetlenek vagytok, bazd meg. Én amúgy minden reggel csinálok egy felülést, amikor az ágyból kikelek. Oké. Okay. Csajok? Hogy állsz velük? Hát tetszik egyébként sok csaj, de hogyha haladni akarsz, akkor szerintem nem jó, hogyha van. És én mindig ott basztam el, hogy elment mindig a fókusz, hogyha csajoztam, Ford, meg bulisztam. Ford Focus? A Ford Focus. A Szabó Zsófit elhívtam múltkor futni, és meg is beszéltük, hogy eljön, de végül nem jött el, de én sem mentem el. Ment, hogy... Ki a Szabó Zsófi? Szabó... Géza? Na, Gézának a... Nem. Szabó István. Mit keresel egy lányban? Fontos neked a belső. Tehát mondjuk ilyen epehólyag, mellékvese, vastagbél. Nyelőcső. Mi a következő kérdés? Említettük, hogy jól beszélsz angolul. Úgyhogy készítenénk egy proteint. Angolul? Aha. Az megy. Egy ilyen angol főzős. Csak hogy így az angol közönségünk is értse. Can you bring the protein? First protein powder. Banán. Tej. So first. First. You put the milk. Én tojással szoktam kezdeni, és szerintem kezdjük azzal, hogy két tojás.
Hány ilyet csináltál? Bring the milk. Sok ilyet csináltál? Most nézd rám. Jó, jó, jó. Ketten vagytok, nem? Jó. Benélyen. The next step is the banana. Banána. Szerintem ebből is akkor rakjunk egy jó adaggal. Hát azért tegyél még bele kicsit. Igen. Persze, tegyünk bele. Borítsad. Csak egy tojás még így. Akkor húzzuk fel egy kis cukorral. Fehér cukrot szereted, bírod? Adod, nem? Szerintem jó lesz. Csirke mellett szereted? Hol akarsz tenni csirke? Benne? And the lid. Vissza. Back one. Yummy. Hmm. Ez izom. Good. Very good. Elérkezett az idő, hogy egy picit megkérjünk arra, hogy taníts minket gyúrni. Úgyhogy valamit így tanácsokat. Aha, megmutatod, hogy te hogy gyúrsz? Jobb kézre, hogy kell elgyúrni. Karra. Jobb karra. Uh-huh. Leengeded, és amikor fölhúzod, akkor befeszíted teljesen. Aha. Egy fekvő támasz. Megmutatod, hogy kell egy szabályosat így? Parancsolj. Kicsit szélesebbre kéz. Aha, szerintem kezdésnek. Nem rossz. Kicsit olyan sápat vagy. Az lehet a nyers szirk. A kurva életbe szemek. Na jó, tesó. Neked jobb bulást. Ez a kép, ez gizda, ezt elveszem. Azt ne vidd el. Nekem nem nekem csináltátok? Ez a zíz. A zíz.